Évelején vette át a Magyar Filmakadémia életműdíját, mások mellett Cserhalmi György. Most a Klubrádióban mondta el véleményét a Színház és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökéről. Ebből a Vidnyánszki épp úgy le fog épülni, mint mindenki másokit éppen most készül leépít. Az, hogy Vidnyánszki Attila kuratóriumi elnök lett, több mint bűn, hiba. Ez pedig Szinetár Miklós, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas rendező nyilatkozta saját egykori tanítványa kinevezéséről a Válasz Online-nak. Az egyetem szenátusa pedig azt kérdezi Vidnyánszki Attilától, hogy idézem, miként képzeli el a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet azok után, hogy folyamatosan becsmérli az egyetemen folyó munkát, a tanári kar egy részét bagázsnak nevezi, és a hallgatókat is rendszeresen sértegeti. A Színház és Filmművészeti Egyetem szeptember 1-től kerül alapítványi kezelésbe. A kuratóriumba egyetlen, az egyetem által javasolt jelölt sem került be. Nekem az SFN, tabuk nélküli szabad gondolkozás. A volt és leendő hallgatók hetek óta tiltakoznak. Én Stól András. Én Lengyel Tamás. Én Nagy Ervin. Én Hernádi Judit. Vidnyánszki Attila korábban arról beszélt az állami rádióban, hogy szerinte a diákokat manipulálják, a háttérben pedig egy liberális kör szervezkedik. Az ő tehetségéhez és a színművészet érdekében az elmúlt évtizedekben határon innen is túl kifejtett tevékenységéhez szerintem kétség nem férhet. A miniszterelnökséget vezető miniszter korábban ezzel vette védelmébe a Nemzeti Színházat is vezető Vidnyánszki Attilát. Szinetár Miklós szerint annál, aki több pozíciót vállal, megkérdőjeleződik, hogy rendesen be tudja eltölteni azokat. Vidnyánszki Attila ugyanis 8 testületben tölt be valamilyen vezető szerepet. A Nemzeti Színházat 2013 óta igazgatja. Nemzeti gondolat fogja átitatni és meghatározni. A 24.hu a legfrissebb cégbeszámolóra hivatkozva azt írja, 2019-ben összesen csaknem 3 milliárd forint állami támogatást kapott a Nemzeti Színház. A jegybevételük tavaly 123 millió forint volt, az igazgatóváltás előtt ennek még csaknem a duplája. Vidnyánszki Attila hetek óta ígéri, hogy interjút ad az RTL híradónak. Sajtósa most azt mondta, a héten egyeztet az egyetem szenátusával, és azután nyilatkozik majd.